A Kossuth Lajos gimnázium igazgatója és tanárainak javaslatára áprilisban Szabó Zsolt idegenforgalmi osztályos tanuló kapta a polgármester ösztöndíját. Osztályfőnöke szerint azon túl, hogy büszke tanítványára, számára az is fontos, hogy az idegenforgalmi szakos diákok közül választott most a tantestület. Az idegenforgalmi tanulóink minden évben, már évek óta nagyon nagy részben részt vesznek a város életében, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt most számukra, illetve hát a Szabó Zsoltnak a számára, hogy ezt az ösztöndíjat megpályázzák, és szerencsére a tantestület szavazatai alapján el is nyerjük. A polgármester azt reméli, néhány év múlva ez a díj több lesz, mint egy városi elismerés, akár álláskeresésnél, elhelyezkedésnél is előnyt hozhat majd a diákoknak. Ilyen agilis, rátermett, tehetséges fiatalokra van szükség ahhoz, hogy a várost és egyáltalán a vidéket, Tokajhegyet, Zemplént előre tudják vinni. Ez a mentalitás, ez a rátermettség, ez a határozottság, amelyik még nagyobb eredményekre jogosíthatja fel ezt a települést. Szabó Zsolt a gimnázium 5 éves idegenforgalmi osztályába jár. Kiváló német nyelvtudásának köszönhetően több idegen nyelvi versenyen szerepelt. Tagja volt az országos idegenforgalmi versenyen első helyezést elért Sátoraljaújhelyi csapatnak. Legutóbb pedig a Sátoraljaújhelyi Rotary Klub által meghirdetett nyelvi versenyen ért el első helyezést. Számomra így végzős diákként hatalmas motivációt jelentett ez. Nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok a tantestületnek, hogy megkaphattam ezt a díjat, ezt a kinevezést. Szerintem fontos, hogy néhány diák, aki érdemes erre, megkapja ezt a díjat. Fontos ez a diák számára és az iskola számára is. Az intézmény igazgatója szerint mindig nehéz választani, de most egyértelmű volt a döntés, hiszen Zsolt jó tanulmányi eredménye mellett kiváló közösségi ember is. Nekünk sokat jelent ez. A gyerekeink számára is nagyon sokat jelent, hiszen a város részéről ez egy olyan kitüntetés, amelyre nagyon sokáig fognak emlékezni ezek a diákok. A polgármester ösztöndíjas elismerést 2014. januárjában alapította a Sátoraljaújhelyi önkormányzat, azóta 13 diák kapta meg ezt a díjat.